Sziasztok! Csabi vagyok ismét. Ha elérkezett a First Fire Event. Meg is nézzük, hogy mit tartogat nekünk. Remélem azért már sokan elkezdtétek. De most 7 órától egy új etap van. Úgyhogy van mit csinálni. Itt láthatjuk az eseményt, ha jó helyre kattintanék. Láthatjuk, hogy mennyi mindent kell még megcsinálni. Aranygyűjtés. Egyébként nem tudom, hogy láttátok-e, ha nem, akkor majd megosztom a csoportban. De rendkívül kevés az esély arra, hogy Ancient Sárkányt tudjunk szerezni. Már ha arra gondolunk, hogy hány darab kell, de nekem az első etapban például összesen 2 Ancient darabkát sikerült összegyűjtenem, de hogyha ez nem lenne elég, még Rareből is egyeket nyitottam. Úgyhogy nem tudom itt, hogy mi lesz, hogy egyáltalán egyetlen egy Ancient Sárkányt sikerül-e majd megszerezni. Meglátjuk. Nemrég meglett a Sagittarius sárkány is, szerencsére. Úgyhogy sikerült megkapni a Twilightot. Ugye itt még nem látszik, mert még kell. Elég hosszú a breed ideje. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Nekem tetszik egyébként az esemény, tetszene, hogyha nem ilyen rohadt kevés kártyát lehetne kapni. Meg azt tetszik benne, hogy újdonság. Tehát nem a szokásos Divine Event, hogy Castle, aztán Solo Event, aztán megint Castle. Van még pörgetésünk. 4 és 1. Na, még egyet. 3, 3. Yes! Na hát ez is ritka. Epic! 5 darab! 5 darab! Hát ilyen se volt még. Wow! Na ez a kedvencem. Elérem a checkpointot, és elveszik az összes kulcsomat. 6 és 5. Itt egy dupla. Aranyos, ahogy ugrá. 1 darab. Ezt nem is értem. 16 ládát nyitottam, és 16 rare darabkám van a 200-ból. Érdekes lesz. Egy újabb 6-os. Egy újabb rare láda. Ez az. 1 darab. És 1. Egy ancient. Hopp, el is fogyott. Most azt néztem, hogy... Aha, szóval itt a feladat az csak akkor van, hogyha elvégzem az összes többi feladatot. Hát nem tudom, kíváncsi lennék a véleményetekre, mert jó, hát láttam, hogy azért vannak pár, akik nyitottak 25-öset, volt, aki kinyitott egy 350 darabos epiket, és így rögtön meglett neki az első sárkány. Azt hiszem, a meluzin, vagy meluzin, nem tudom, hogy kell mondani. Minden esetre érdekes. Az olyan sárkány az rendkívül is. Tehát azt leszámítva, hogy ugye Ancient, Divine és Fire elementje van, nem túl sok element ellen tud erőset ütni, de nagyon sok az élete, több az élete, mint Freyának, erősebb is, hatornál is, úgyhogy, de nem tudom tényleg, hogy ezt ki fogja tudni megszerezni, mert én személy szerint szerintem egyetlen egy Ancient Sharkant nem fog tudni megszerezni.
Hoppá, ezt nem divine-t akartam támadni. Szeretem ezt a hot coast. Easy-szél nagyon-nagyon-nagyon lehet darálni az ellenfelet. Első ütése nem hal meg, de a hot coals az legyűri. Megjöttek egyébként a heti, jövő heti események. Azt is mindjárt meg fogom nektek mutatni. Bár nem tudom, hogy érdekel-e bárkit jelenleg, vagy nagyon el vagytok foglalva a First Fire-rel. De annyira sok mindent nem lehet csinálni, tehát tök hamar elfognak az Ember Stormok, igazából 201 pörgetés. Azon kívül 200 pontokat lehet gyűjteni aranyszedéssel, csatával, ilyenekkel, úgyhogy az sem veszel olyan sok időt. De minden esetre új sárkányból nincs hiány. Még 42 perc, amíg tudok breedet indítani. Kaját összeszedtem, etetés megvolt. Aranyból sincs több. Ja igen, hát a solo event az azért még tart. Hú, de nem szeretem ezt a rengeteg időt, amit várni kell. Na jó, nem húzom tovább az időt. Nézzük akkor az eseményeket. November 11 és 18 között egy Bottomless Dungeon, ez azt hiszem a Royal Sárkány lesz. Breeding Event ugyancsak 11-18 között, ez szerintem a Chain Breedingre akar utalni, amit már a korábbi videóban mondtam. Cottontail lesz a fődíj. Emerald Wars, ez is 11-18, egész héten klán esemény, és Dinner Time hétvégén szokásos etetős event. Nézzük, hogy mit írnak ezekről részletesen. Bottomless Dungeon, igen, a Royal Sárkány. Ezen a héten a játékosoknak esélyük van Ancient Chest kártyákat találni, illetve Extra Den Relic-eket, de az talán annyira nem érdekli a játékosokat. És a Dungeon Shop, a Special Offer pedig a Wind Up sárkány lesz. 11-15. Emerald Wars, itt semmi Ancient jellegű dolog nincsen, legalábbis nem írja. Szokásos harcolós klánesemény. 11-18 Chain Breeding Event, na igen, az első a három speciális Chain Breeding Event közül, ahol a Flame sárkányt, akit ugye a Rare ládából lehet majd megnyerni a dobókockás játékban, kellene a Cancer sárkánnyal összepárosítani, hogy a Cottontailt megnyerhessük. Továbbá, hogyha nem sikerült a Cancer sárkányt bridelnünk, akkor esélyünk van a Boiling és a Minotaur sárkánnyal kibridelni azt. 15-18, Dinner Time, Ember Stone-okat lehet majd nyerni mérföldkőként, és a ranglista helyezésért pedig a Burger sárkány lesz majd a nyeremény. További hétvégi játékunk Golden Opportunity, ez csak VIP-knak. Minél több aranyat el kell költenünk, annál jobb helyezést fogunk elérni. Itt is Ember Stone-okat lehet majd szerezni, és a Yarn sárkány lesz a nyeremény. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Kicsit beleláttatok az én játékomba is. Látjátok, hogy nagyjából jó, most nyitottam kivételesen egy 5-ös epiket, de hogy azon kívül azért egyeket nyitogatok. Remélem, hogy nektek azért jobban megy, kicsit szerencsésebbek vagytok, van azért még sok idő hátra, pontosan 30 nap, remélem, hogy én is szerencsésebb leszek. Sok sikert a játékhoz, akinek sikerül Ancient sárkányt szereznie, annak nagy gratula, ha jól láttam, akkor 0,0036 tízezred százalék az esélye, hogy egy 500-ast nyitunk, azt hiszem a Molimot néztem. Hát meglátjuk, biztos lesz megint, akinek sikerül. Sok sikert még egyszer, iratkozzatok fel, hogyha nem szeretnétek a következő heti eseményeket kihagyni, már legalábbis azt, hogy bemutatom őket. Ügyesek legyetek. Sziasztok!